első meccs után már próbálom a csapatot fékezni, és nagyon szerényen viselkedni kell a csapatnak, hiszen három vagy pár mérkőzés nem ad bajnoki eredményt, vagy a bajnoki címért. Majd a végén beszélünk helyezésekről, és az, hogy vezessük a táblázatot, ez tényleg, ez még nem a bajnokság nyerése. Ez egy jó indulás, tehát ezt meg kell tartani. Ezért óvatos vagyok, és tudom, hogy a Videóton egy jó csapat, és lehet, hogy pechel, lehet, hogy szerencsétlenül kezdték a bajnokságot, mi viszont szerencsésen, és jól szereplünk eddig, ők fordítva, de nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, úgyhogy a csapatomat a Diósgyőri első győzelem után mindjárt fékeztem, hogy lent kell járni a földön két lábbal, és tényleg szerényen kell fogadni ezeket az eredményeket. A hibákat ki kell küszöbölni, ezt tesszük hétről hétre, és tudjuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk a Videóton személyében. És hogy a nyári felkészülési meccsek eredményeit elnézve, sokan pesszimistán néztek a Puskás Akadémia következő szezonjára. Te akkor is magabiztos voltál? Nagyon nyugodt voltam, mert ahogy láttam, hogy a csapat edz, főleg az edzésben, ha egy 5-7-es edzésprogramról beszélünk, akkor a fiúk nagyon jól dolgoztak, tehát az egész csapat vagy csapatként. Persze az eredmények nem mutatták, hiszen de ott nagyon sokat változtattunk, több fiatalnak lehetőség adtunk mindig, mikor úgy volt, hogy ez a meccs törőbe van, és lehet, hogy felénk dől el, beváltottuk, vagy betettünk sok fiatal, vagy több fiatallal váltottuk a kezdőcsapatot. Ezt most még nem tudjuk úgy megoldani, hogy két csapatnél egyformán erőbe bevessünk, épp ugye a fiatalokat, meg az idősebb játékosokat. Ez sajnos megtörtént, de hát erre van a fölkészülés, ezt maximálisan nem az eredményre nézve, de ki is használtuk. Az eredményben ez nem jól mutatkozott, de a csapat nagyon jól dolgozott, tehát nekem valahol a remény és az a nyugodtság bennem volt, hogy a csapat nagyon jól végezte el a nyári fölkészülést. Én azt gondolom, a szezon legnehezebb mérkőzése vár ránk, amit eddig játszottunk, még nehezebb, mint a Ferencváros ellen. Jó kell szerepelni, főleg csapatszinten, hogyha úgy fogunk teljesíteni, hogy az előző mérkőzéseken, akkor reményünk van a jó eredményen, és én bízok benne, hogy a fiúk hideg fejjel kezelték a ferencvárosi három pontot és a győzelmet, és mától csak a Videótonra koncentrálunk.